bentről is láttuk, kintről is láttuk, már voltunk a tesztmérkőzésen. Nagyon szép és nagyon jó. Szerint is? Ugyanaz a véleményem egyébként, csak az, hogy nagyon fáj a lábam. Ez egy másik dolog, de hát mindegy. 61 éve vagyok vasas szurkoló, úgyhogy kénytelen vagyok eljönni, mert máskülönben az asszony elzavart volna. Nagyon vártam már, hogy elkészüljön ez az új stadion. Szerintem ez a klub megérdemli, hogy a többi fővárosi, illetve egyéb nagy klubhoz hasonlóan egy új, szép stadionnal rendelkezzen. Nagyon örülünk neki, mindenki büszke arra, hogy itt lehet. Nagyon szép. Mint vasas szurkoló csak elfogultak lehetünk, úgyhogy nekünk élből nagyon tetszik. Vannak nagyon-nagyon komoly fradi szurkoló ismerőseim, szintén így fogalmaztak, nagyon szép lett. Nem érzésnek visszatérni, de volt nekünk egy átmozgató edzésünk, és jöttek oda sorba hozzám az edzők, hogy látják, hogy feszültek, hogy mi a bajom. Semmi, csak izgatott vagyok. Aztán tényleg, ahogy telt az idő, értünk itt a stadionhoz, tényleg én is nem vártam a mérkőzést, jobban izgultam, mint egy szlován meccset, nem tudom miért. Lehet azért, mert ugye itt voltam 10 évet. Impozáns élmény volt itt focizni, nagyszerű szurkolókat játszhattunk. Itt, amit elműveltek, az egy csoda. Ez... Sehol nincs ilyen. Sehol nincs ilyen, hogy ennyire. Csak a csapatról szól az egész. A Vasasról. Mert ez a mi csapatunk és a mi családunk. Nagyon jó, hogy gondolnak arra, hogy ez egy család. A stadion belsején kint vannak idézetek arról, hogy kinek mit jelent a klub, és nekem például nagy megtiszteltetés, hogy amit én gondolok a klubról, az szintén ki van téve. Körülbelül másfél évvel ezelőtt küldtem néhány gondolatot arról, hogy nekem mit jelent a klub, illetve hogy mikor lettem vasasszurkoló, és ez megtalálható a falon, úgyhogy ez engem nagy büszkeséggel tölt el. Öröm látni azokat a üzeneteket a falon, amiket egykoron a Facebookon olvastunk. Nekem a kedvencem, és ez amíg élek így marad, az apáról fiúra motivum, nem véletlen, engem 1974. február 28-án az Ihász Farkas Mészői búcsomese édesapám hozott ki először a Fáj utcába. Értelemszerű ez a kedvenc motivumom, de ez, kihangsúlyozom, bármelyik klub stadionjában feltűnhetne, mert valószínűleg minden klub szurkolói között ugyanez a helyzet. Ha nem is tudod fejből, nagy vonalakban el tudod mondani, hogy miről szól a te idézeted? Arról szól, hogy 1992-ben édesapám kivitt egy Vasas Diósgyőr mérkőzésre, ami 2-2-re végződött, és hogy az a hangulat akkor engem megfogott, és én mindig azt kértem tőle a hétvégén, amikor a Vasas otthon játszott, hogy menjünk ki a Vasas mérkőzésre. Erről szól nagyjából az idézet. Illetve még az volt a kérdés, hogy mit jelent vasas szurkolónak lenni, én ezt pontosan nem tudtam megfogalmazni, inkább azt mondtam, hogy mindig jó valóva tartozni. Embercsős érzésre bevizni, játékosként, és kimenni az örgyelre, főleg akkor, amikor ilyen számos nézéseket látogat ki. Csodálatos érzés, amikor elkezdünk ugye a hajrávasast, vagy akár a gól után előbbet kiabálják, úgyhogy csak szuperlatok szóval tudok beszélni az élményről. Tavaly nem jött össze a feljutás az MB2-ből, viszont akkor ugye albérletbe kellett játszani a meccseket. Ez most mekkora pluszt adhat, hogy tényleg otthon, ráadásul egy ilyen szép stadionban játszott a csapat? Reméljük, hogy nagyon sok pluszt ad nekünk. Sokat. Hát a legtöbb pontot a hazai pályán vesztettük el Újpesten. Idegenben szóval jók voltunk, ott az valahogy nem jött ki Újpesten. Valamiért nem. Nem, így van, nem a mi. Pedig aztán ott is ott voltunk állandóan. Hát meg azért... Nem rajtunk múlott. Más egy bérletben futballozni, és más az, amikor az a stadion az valóban a klubról szól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal, azokkal az erősítésekkel, amiket már bejelentett a klub, illetve ez az új stadion, ez együttesen azt fogja eredményezni, hogy harcban leszünk a feljutásért. Nem tudom azt mondani, hogy biztosan feljutunk, de szerintem ott leszünk a végelszámolásnál. Mondták nekem, hogy most, hogy Oroszlánban az plusz még a stadionban így megjelenik a Vasasnak a múltja. És ahogy így végigjártam a folyosókon, tényleg nagyszerű érzés itt lenni, és tényleg megragadó élmény. Nagyon nehéz lesz itt pontokat elvinni másik csapatoknak, és tényleg ebben a stadionban a Vasas az, hogy pontot veszít, az jelen pillanatban elég nehéz megképzelni a második osztályban.